Szombaton a Megyeháza adott otthont a Magyar Kultúra Napja ünnepségének. A résztvevőket köszöntötte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A magyar kultúra az, amit belélegzünk, hogy ezzel a hasonlattal lehet élni, ami éltet bennünket olyan számunkra, mint a levegő, mint az a ölelő közeg, ami körbevesz bennünket. Hogyha nem lenne ez a kultúránk, akkor nyilvánvalóan már nem lenne magyar nemzet, nem tudnánk olyan életet élni, amely méltó az emberhez. Az ünnepség szónoka Imre László irodalomtörténész kiemelte, a nyelv a megmaradás egyetlen lehetséges módja, nyelvünket védeni létmegőrző kötelességünk. A Megyeházán rendezett műsorban fellépett Dani Attila tárogatóművész, valamint a nagykálói meglepetés ének együttes. A rendezvényen Kántor István a Himnusz képekben című filmjét is megtekinthette a közönség. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a Himnusz költőjének szobránál, a Megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén istentisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Palánki Ferenc római katolikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsei Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. A Kölcsei emlékplakett díjazottja az idén Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendező. Laudációjában Bölcskei Gusztáv püspök, a Kölcsei Társaság elnöke úgy fogalmazott, hogy a kitüntetett, aki Szatmárt választott szülőhazájaként szereti, egy olyan örökségnek a mai élő képviselője, akire nagyobb szükség van, mert képes arra, hogy a már ismert dolgokat új szemszögből mutassa be. Egy olyan embert díjaztunk, aki az egész eddigi életművével azt bizonyította, hogy hogyan lehet ember közeli perspektívából felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a magyar kultúra nagyon sokféleképpen hordoz. Emberi sorsokban, emberi szokásokban, emberi közösségekben, különösképpen azokban, amelyek itt ezen a tájon maradtak meg. Zsigmond Dezső ünnepi beszédében kiemelte, több mint 3,5 Szatmárban eltöltött évtized után idevalónak érzi magát. Egy olyan világba vágytam mindig, ahol csodálatos dolgok vannak, és itt a folyók közelsége, a határon túli, de szinte karnyújtásnyira lévő hegyek, azok a fantasztikus emberek, akik többségében már meghaltak, idős paraszt emberek, akiktől annyi mindent tanulhattam, akik lehet, hogy tanulhattunk, írni, olvasni nem tudtak, de tudósok voltak, akadémikusok voltak a maguk nemében, mert ismerték a természetet. Tilki Attila képviselő szerint a Kölcsei Társaság emlékplakettje kimagasló elismerés. A Kölcsei Társaság mindig olyan egyéniségeknek ad díjat, ami példamutató és iránytű lehet nem csak egy országgyűlési képviselő számára, hanem mindannyiunk számára. Ahogy a Böcskei püspök úr a társaság elnökének a laudációjába elhangzott, a idei kitüntetett Zsigmond Dezső ilyen torony iránt ember. Az ünnepségen Grógás Pál irodalomtörténész Kölcsei emlékérmet vehetett át a Kölcsei Társaság tevékenységének támogatásáért. A Szatmárcsekei református templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, valamint a Kantemusz vegyes kar Szabó Soma karnagy vezényletével. A rendezvény Kölcsei sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a Himnusz költőjének síremléke előtt.